De vidéken ott van a házunk, csak hát apu az nem éli vidéki életet. Ő városi. Én is. Én nem tudok vidéken élni. Kappa meg ilyen. Hol élni a legszívesebben most, ha lehetne? Most? Nekem jó lenne Magyarországon is. Érted. De ott hol? Pesten is, a 8-ba is. Nem számít, csak hát... Inkább a 8-ba laknák. Megmondom az őszintét. Én mindig is nem Potyára járok be amúgy Cseperről sem, mert szeretek a 8-ba lenni. Ott van minden ismerősöm, ott mindenki ismer. Én is ismerek mindenkit. És ez azért működik így, mert nem nézünk a senkit. Ez a mennyi gyerek. Joe! Come on, yeah, 2006. Woo! Yeah, my name is Joker. Whoa, yeah, my name is Joker. From the X-Trap, everybody knows that. They have the best rap. Tell me what you want to do with X-Trap, because I can show you to do how to act. Yeah, you know that, Mr. Pop-Pop. So what you're not acting to do with time? Going out on with X-Trap, this is on my back. Yeah, come on everybody to the West Coast. Yeah. West Side. Olyan, hogyha elmondíták szó. Elrepelhetem én, kérem szépen. Hát ezek olyan pancserok. Elrepelhetem én, csak átteszik lány hangra. Én nagyon jó táncos vagyok. Bármilyen táncot előadok. Mondják nekik, hogy legyek benne. De már kezdjük, gyere! Mi van? Nem vegyél fel egy felsőt. Gyere velem! De gyere már! Batmannek az unoköcsének a fia. Fordítva vedd a telefon! Siess már, Jancsikas, meg! Beszeretnék állni a lövöldözésnél! Miért? Amikor lövöldöztek, akkor rászad a bulád! Nem! Lövöldözést is csak a Kevin vagyik, és így áll! Halljak meg! Nincs egy játékpisztolyom! Amúgy én beleteszük, hülye vagyok! Nincs egy játékpisztolyom! Légy szíves, már én is készítem magam! Szólok, hogy mikor? Állítálunk, és akkor figyelj, kicsit az a bekezdés, amit én csináltam, meghalsz! Ne nyugodj meg, egyből bejössz be, az izi után, nem az a beszélés! Jó, már zavarodok meg! Bővések vannak, figyelj! Ne!
Megjöttek a repterek. Csá. Szia. Csá. Egyedül? Többiek? Tegnap óta nem találod őket. Nem jó felőket? Ne viccelődjél már. Kérünk már rájuk. Ezt mondom, ez a gond, hogy nehéz őket felérni. Oda kéne jutnom. Mário kicsörög, és azután a hívott számmal kapcsolatom. Ezt mondom, hogy nehéz. Nehéz őket összeszedni. Mert vagy van szám, vagy nincsen telefonszám. Hát fiatalok vagyunk, csat. Sziasztok, Ellen Junior vagyok, hallgassátok velem együtt, szombat este a Reportot itt a Rádió Szén. Készti menj, gyerekek, gyertek freestyle-ozni szombaton. Lássuk ki, mit tud, Report, kapd el a mikrofon, ez az, ami kell, ez a neve mellé, Need a break, mi az a Report? Egy élő freestyle show a 21. század költészete. Ha kíváncsi vagy rá, gyere el november 13-án a Roma Parlamentben. Cím, 8. kerület, Tavaszmező, Szaha. Azért csináltam a freestyle műsort, ugye az, ami az improvizatív rap. Tehát, hogy én ebben az adott pillanatban azt mondom neki, hogy mikrofon, ő erről tud beszélni, szerintem 2-3 percet, 5 percet, nem is beszélni, rappelni. Azért nehezebb ez a műfaj, mert ez tényleg tehetség kell, és ezáltal ki vannak zárva azok a kis csapatok, akik mondjuk 13 évesek, de arról rappelnek az ő megírt számukban, hogy mennyire kemények, hogy szétrúgják valakinek a tökét, hogy csajoznak, mert ez nem igaz. 2 hetente élőben másfél órán keresztül freestyle show volt, ami azt jelentette, hogy a Roma Parlamentben ugye van színpad, egy ilyen 100-as férőhely, és akkor ott felálltak a srácok. Az első alkalom az ugye nehéz volt, meg kell szokni azt, hogy rám piros fény világít, fönn vagyok a színpadon és izzadok, és lehet a következő percben éljövök, fogalmam sincs, hogy mi a téma, de éljövök, és hogy ezt szokják, egy kicsit érezzék át. És akkor ez így ment egy olyan jó órán keresztül, és az utolsó fél órában viszont párbajok voltak. Az volt mindig a legnagyobb siker, azt mindig nagyon szerették, mert hatalmas oltásokat nyomtak egymásra. Tehát vagy úgy állítottuk össze, hogy 3-3 egymás ellen, vagy emberek egymás ellen. És nagyon nagy oltásokat nyomtak. Tehát, hogy hihetetlen, hogy milyen szövegek jöttek ki, nem lehet ezt elmondani. Legyen az a témátok, hogy miért szeretitek a rappet, miért rappeltek ti? Kik a példaképek, ha vannak példaképek, mit szeretnétek a rappel elérni? Mondjátok el a saját lényetek viszonyulását a raphez. Jó. Akkor rendben az eleje. Na gyere. Ismeretek meg, szeressétek az enyémet, mert amit én mutatok, odaadok nektek, az egy igazi rap. Nekem csak is a lényeget mondom, kipörgetem a rímeket. Mindenki tudja azt, hogy én nem utol feljutok, mert nekem az egész élet. Tudod, hogy kérlek, egy isét az Isten, hogy segítsen meg engem, mert itt van neked, te sokem a Joker. És én mondtam, hogy mi lesz, akkor majd hogyha lesz. Tyson, Tyson, tudod, rád szól. Csináltuk egy kazettát? De elsősorban bejöttünk a Bélához, mert hallottuk, hogy pont hogy Juicy Béla az híres ember. Hallottuk mindig a hangját rá, de bejöttünk ide, kívtuk a Bélát. Bitbasszolgam, és akkor mondtuk neki, hogy hallgass már minket, azt mondta, oké. Hogy ők tudnak rappelni, szeretnék megmutatni. De én előtte már hallottam róluk, hogy találkoztam két kisgyerekkel, mert akkor még sokkal fiatalabbak voltak, ugye, hogy találkoztam két kisgyerekkel, az utcasarkon olyat rappeltek nekem, hogy sírás. És másnap megjelentek az ajtóba, hogy ők a Poncok Bélát keresik, így, és akkor, hogy mi rapperek vagyunk, és mi szeretnénk rappelni. És azt tetszett bennük, hogy ilyen, nem úgy, hogy na, akkor mutassátok, és akkor nem, hát nem merem, vagy valami. Jó, és egymásra, hogy mehet, és elkezdték. Folytasd.
És akkor mondtam Béla, hogy fú gyerekek, ne haragudjatok, ez nagyon rossz. Miután megcsinálták. Ránézzünk a Béla, tényleg. Á, de csak vicceltel, jó voltok. És akkor mondtam Béla, az ötletet, hogy csinálunk egy ilyen report szerűséget, freestyle. És akkor mondtuk, hogy akkor csináljuk meg. És akkor megcsináltuk. És akkor jöttek oda emberek, jöttek olyan gyerekek, akik nem is ismertünk, de tudtak jól freestyle-ozni. És összegyűltünk, és megcsináltuk. Akkor csak szállj be, segíts egy kicsit na, neki. Köszi, Edmundot láttátok. Nagyon király. Kolléganőknek a gyermeke. Akkor én leszek középen. Izé, meg már, hogy én vagyok középen, ebben lesz pont így jó. De akkor hol legyen most? Nézd meg, nem jó, hogy csak pont középen. Nem jó. Ott a fánál, ott a fánál. Nem ennyi rá, de nem ennyi. Ide! Te ment, ő úgyis ment, az nézi. Ahogy jön valami rendőr, akkor simán szólóz készítem, bemegyek. Mert akkor itt kezdődjön az egész, jó? De most egyedül repel és nálom senki, mert akkor ne. Azt is be kell vágni, mikor egyedül repel a gyerek, kis részletet, mikor egyedül vagy buzi. Akkor de úgy kezdődik el, hogy hárman vagyunk. Te, amikor ő repel, mi elmegyünk és ő itt repel. És akkor én ülve is akarok egy. Most mindenki egyedül, most te állsz oda, mert repel szerint. De akkor, ja, amikor az egészet, de amikor... Akkor kezdjed te! Valahova gyűjjek már le! Nem kell, itt állj a fánál, köcsög, itt állsz a fánál! Itt állsz a fánál, itt mutogatok! Hogy fasz feje? Nem van, kezdjed! Ja, addig nézzük már! Hát mondjuk ez a hip-hophoz, ez a baba kéking. Szóval lehet, hogy most felveszek egy csíkos inget, az már ez az olasz, ez a cigányos stílus. De hogyha felveszek egy baba kékinget, akkor már azt mondják, hogy néger. Téged elvitt valaki boltba, hogy mutatta, hogy milyen szent? El is vittek, meg így az aluljárából osztogatták a négerek, gyere el, minden jó, farmerek, minden, fősők, sapka, kendő, jó, elmentem, és felakadt a szám. Esküszöm. Megláttam azok órákat, és leszakadt a szívem értük. És mind külföldi ruhák, ahol itt Magyarországon nem lehet megkapni. Baba, jaj, szúcsú, szúcsú, szúcsú. NBA nonku, NBA bashina. She jin ni fa. Mutun da internet shi na zona nan ce shiga cikin internet da zanna. So, yo la sat Atlanta. Person. Ugye régen még voltak ezek a nem egyenes elejű sakkák, amiket így be kellett hagyni, meg hát ma is vannak ezek. Régen a repülőknél az volt a divat, hogy nem volt ilyen egyenes. És azután jött ez. És ugye rajta van ez a matrica. Akkor már azt mondják, hogy jó a sapkát. Meg látják, hogy új, minden. Szóval ez, igazából nem is szoktuk leszedni ezt a matricát. Se innen, se innen. Mert ez hogy mondjam, ez olyan, mintha ezen a polon nem lenne ez az írás. Van, aki fel se veszi teljesen a fejbe, csinálja egy ennyit. És így. Vagy valaki csak így hátra, így ide, és így szokta hordani. Hogyha jobb oldalra fordítja, akkor ő is szájdos. Ha másik oldalra, akkor West Side. Szóval egy polót meg lehet csinálni, ezt az inget meg lehet csinálni. West Side-osra, meg East Side-osra is, mert attól függ, hogy milyen ő márka van rajta, meg hogy milyen jár. Na de most ez konkrétan ez a póló. Fölveszed, akkor most a West Side-os vagy East Side-os? Hát látom a márkáját, meg is nézem Sean John. Akkor a Sean John, a Puff Daddy, az East Side-os, akkor én East Side-os vagyok. Mert akkor ezt a pólót veszem föl. Akkor nézzük még be, a többi inget is nézzük meg. Ez West Side. Mert a G-Unit maga a márka, maga az együttes, mert az egy együttes, tudnélik. Az egy együttes, az a zenében a West Side-ot képviseli, és akkor felveszem, akkor az már West Side. Viszont olyat felvennék, hogy G-Side, Gypsy Side. Olyat felvennék, de így meg lenne csinálva szépen betűkkel, tudod. Olyat felvennék, ezt elfogadnám. Akkor is G-I-G. Szerintem a világ első, második számú legjobb rappere már meghalt. Lelőtték őt is, mint a Tupakot. Régen nagy barátságban voltak a Tupakkal, de aztán volt egy kis ita köztük, és ilyen bandaháború lett, és akkor
ez okozta a halálát szinte majdnem mind a kettőnek. És akkor, amikor összeveztek már utána a számok, hogy egymástól üzengettek vagy ilyenek. Mondjuk ez a cipő, ez gangster. Ez a cipő. Ennek még az állása is más, mint a többi cipőnek. Hogyha én ezt a cipőt felhúzom, ez biztos, hogy mutat az utcán. Nagyon-nagyon változó, nagyon más, mint a többi. Állása is, talpa is, minden, a márkája is. Hát ez világmárka. Okay. Here I go. Jó, nem? Petfor, itt van nekem tessék rajtam. A tudták tessék, kim csak pirítás jött rajtam. Nike, G-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 
Jó, tudod a stílus, stílus. Megütött inkes van a madó, ha vírus, vírus. Angolul nyomjad nekik! Mordoké, láncot, csak sapkát. Hallgassátok meg, hogy raffinált cigány most halhát. Zseprek angolul! I just wanna put my clothes on, then I just put my shoes on and tie the laces up, tidy up. Cause you know this is the gypsy style. If you go wild, where did you get a bump? Is it the G-R-R-E? That's me, you know it's going down on this time. Cause I got a piece, this is the fat fuck, and that's the Nike shoes. And this is the G-Unit, everywhere I go. I ain't nothing but a little gypsy boy. But if I dress up nicely, that means I just gotta go in the club, which is a fool. Cause all the ladies got around me, cause I'm so important like the Hola, tudo bom? Te cheguei, mas tudo tu és barum, não. Que me deca nada, mas te cheguei, me passa malanzuca. Te cheguei, me chafi de tan a fraita. É tudo bem, na queda, estilo, show, na jola, só me arranho. Craio, 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 vai de um mi. Spinner. A spinner me é de furgut. Acabam 50 cents. És ezeke minden orvos fém van. Mert mondjuk, hogy nekem van ez a New York-os, mert azért vállalom az a New York-os, mert látod, milyen mez van rajtam, ez Lakers, Los Angeles Lakers, és akkor New York vállalom magam, és így megy. És nem szeretek másik nagy sztároknak valami használni. Szóval így nem használok 50 cent, se Tupac, vagy inkább valami Atlanta, ami város neved. Vagy kereszt. Vagy kereszt. Van ez a kereszt is, és a kereszt, ez nem senkinek a márkja. Mert egész rapperek, nagy-nagy rapperek mindenkinek szokna használni, és minden akar. Ha te is használod, azt nem jelenti, hogy csinálta valakinek reklám. Igazából ez pont azért jó, mert ez nem köt semmilyen emberhez. Ez akárki, ez te vagy. Nincs olyan rapper, akinek ne lenne legalább egy kereszt medálja. És ők vallásosak szerintem? Elképzelhető. Szerintem igen. Szerinted vallásosak a rapperek? Hát nem tudom megmondani. Igazából nem tudom megmondani, de talán lehet. Lehet. Mert tudod, a vallás úgy van, hogy a vallás, tudod, elég kemény törvények van, tudod. De úgy élnek ezek a reperek, hogy én el lehet képzelni, hogy nem nagyon-nagyon vallások. Adogatom, testvérem, a zenét. Megmutatom én neked, testvért, nem vagyok én veré. Neki megyek Amerikába, megmutatom én nektek. Odaszólok, testvért, kimond a G-Unitnek. Testvért, kim pedig az éppen minket. Odaadjuk első, kimondjuk az én magyar rimet. Megmutatjuk nektek, testvérem, most vettek. Fegyver a tízben, nektek. A remem a most vedettem. Az ez a három cigány gyerek, itt most kirepeli minden engednek a szemét. Nem vagyunk mi csak 10 évesek, de még majd haladunk befelé. Ne féljetek. Ott eszünk a csúcson, testvért.
egyébként mindenki tudja, a magyar rappereket esvéd mindenki unja. Deségém kimész most Amerikában, Tupákot deségém hazott száz a szával. Barna vagyok, de azok meg feketék, hey! Azt mondom neked, hogy nem vagyok a keményeim, de tudom, hogy valami tetszett nektek, amiket mondtam. A gyerekekkel együtt az utcákon mindig együtt lógtam, Kúliót hallgattam, mert az tetszett, és mindig azokat a gyerekeket szájba vertem, akik azt mondták nekem, hogy a magyar a jó, közben meg a néger kint az igazi roma hallható. Amikor leülök, tesvékém, én most szöveget írni, Tupára gondolok, tesét nem kellett volna kinyírni. Tudod a csávot? Nagyon ott volt, tesvékém, mutatta a bálót. Tudod, ott volt a kálló csávó, mutatta neki spanom az diket, hogy kállós. Repett, tesvékém, vetted, kitette a fegyel, tesvérném, és pam-pam, tesvékém, ott van a temes. És megint nagyon gettós alapod megvan. Akkor egyből azok jönnek az eszedbe, az utca, a genszerség, kurvák, minden. Nem? Egy genszter alaphoz ez, ami kell. Ez hogy van, genszterek vagytok? Nem vagyunk genszterek, egy átlagos gyerekek vagyunk. De viszont egy genszter alapot csinálunk. Ez csak a stílus? Igen. Egy a stílus. Nekem mondjuk a genszterség a stílusom, hogy az alapzenék, a zenékben, mindenhol. Mert nekem az a, van, akit tisztelek, így rapbe, külföldbe, példaképeim vannak. Azok után megyek. De azok tényleg genszterek voltak? Azok genszterek, mint most már... is. És régi volt olyan vitat, hogy a East Coast, West Coast, East Coast, West Coast, tudod? És akkor sokat verekednek, a East Coast sokat verekednek, a West Coast. Szóval olyan van, mint a ellenség egymással. De most hála Istenem, az minden megszűnt. East Coast, West Coast, minden együtt vannak. Szóval azért a Reebok csinálta a típő, ami jelenti, hogy most East Coast és West Coast minden együtt vannak most. Most nincs velekednek, nincs semmi vita. Van ilyen típő? Igen, van ilyen típő. Megmutatod? Bábani, East Coast, West Coast minden. Aha, vannak East Coast kéne. Sőka, bábani West Coast minden, kumá. East Coast? Mesélj már az, hogy mitől East Coast, West Coast. Szóval, amikor megbékültek a East Coast és West Coast, a Reebok csinálta ezek a cipők, mondjuk, hogy így látod, hogy Eastin, azt jelenti, hogy kelet, és ezt látod, hogy Westin, az nyugat. Szóval, ezek a csapatok, látod, hogy van a foci csapatok a cipő rajta, ezek a logója. Az a logó. És akkor úgy látszik, hogy minden csapat egybe van, tudod? A East Coast, West Coast, az egybe van, és erre is látszik, hogy a East Coast, az is csapatok, a logója minden egybe van. Ez egy jobb meg egy bal láb? Igen. Ja, nekem ez nem is esett le. Én azt hittem, hogy ez két különböző. Tehát ez egy ember ezt hordja? Igen. Köcsi, te beatboxoljál, mert neked nagyon jó szó. De akkor add ide nekem, úgy nem tudom, hogyha nem hallom. Úgy, a beatboxos is. Nem, akkor nem hallom. Hát épp azt, hogy nekem hallom. Csak a beatboxodat hagyd halljam én, hogy milyen jó. Ja. Komolyan, de nem a... De beatboxod. De gyarabb zenét csinálj. Gyitjó! Gyitjó! Az enyém milyen? Várja. Csak mit csináljunk alapot? Nagyon lehetten, ezt a gagyát pályán. Meg rappelek, tessék. Nem tudjuk, hogy mi az igaz irány. Nem tudjuk, hogy mi az igaz irány. Nem, nem jó hozzád rá. Hát de te miért ezt mondod rá? Akkor mindegy, más nyomok, már. Ilyen cigány gyerekek. Most megmutatjuk nektek, ki az igazi játszok, nem itt a Junior a TV előtt, hanem itt áll, amikor a cigány gyerek, aki itt most meg... Hogy is itt áll, na mindegy, meg. Dehogy is. Fejezd meg. Látom, sokat itt áll, siess. Na. Duplázzány meg beatboxon. Nem, mind a ketten beatboxon, nem duplázzál, majd itt nem. Kálos, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e mi.
Na, szóval ezért mondom, hogy a káló, az a káló szó az cigányul azt jelenti, hogy fekete. És azért mondják így, hogy kálós, négeres. A cigányok szokták ezt mondani, hogy kálós. És nálunk az ez a cél, hogy amikor borotválkozok, akkor nyíl egyenes legyen, mint hogyha rajzolva lenne. Spektrum vagy latin? Négeres. Négeres. Ez a hip-hop. Az tartozik, és hogyha mondjuk meglátják ezt, hogy nagyon egyenes a bajuszom, és mint hogyha rajzolva lenne az egész, már arra is azt mondják, dekálós. De nagy vagy. A szemöldököm szép, vagy a bajuszom, már arra is azt mondják. Sapka például. Ki van kockázva. Ki van, igen, és ez a haj is például, hogy itt ki van kockázva. Hát, ugye ez az afroamerikaiaknak szokott így lenni, hogy ilyen nagyon erős a hajuk, és akkor így ki van kockázva a hajuk. Mert rövidre hátul is itt, és ne legyen itt se olyan kicsi, és akkor fel tudom előtt. Tüsös legyen, tudom. Itt hátul rövidre, és itt ki legyen kockázva. Jaj, ez egyre Balkan kambán, de hát nagy kambán, illetve a kutyára. De én így design, like, it's just normal. So, you wanna do like, you know, like, ooh, ooh. Okay, that's what I'm doing. I'm gonna do olyan, mint kint Harlemben. Kint az ilyen fekatelepen, hogy mindenki borbélyhoz jár, hogy ott van az ilyen nagy találkozók, hogy ott találkoznak mindig, és akkor vágják hagyukat egymásnak, hallgatják a zenét, meg ilyenek. Ez is olyan tök olyan hely, megy a zene, meg minden, és itt van mindenki, tök jó. Where did you learn this? From the street. From the ghetto. Yeah. Kind of ghetto. Yeah. From the ghetto. You don't learn this in school. If you learn in school, you learn the traditional babbling. But when you learn from the street, it is what is Victor, in fashion. Victor, yeah. Where do you come from? From Nigeria. Where? Nigeria. Oh. African. And did you learn this in Africa? Yeah. Or any, yeah. Huh? Yeah. Oh. Yeah. But one like this. It's finished, but it was much. Basketball card. Yeah. So you can choose from this. See, we choose from this from the stairs. A kosárlabdát azt összekötik a hip-hoppal. Ugye a kosárlabdát is inkább fekete bőrűek csinálják, lazák, ugye egy kis ilyen ritmusra mennek, minden, és akkor így ezt összekötik így a lazasággal, a kosárlabdával. I don't know, do you cutting himself? Myself? Yes. No, I don't cut myself. I have rust. Who is cutting him? Yeah, my nigga. Yeah, oh, I know. Hold you for me, Lola. My shit feel me see like light, money light. Yeah, man. Hey, yeah, like. Me a chanky for your man, yeah, come on, chuck. My car to man, yeah, man. Me a chanky for your man, yeah, come on, chuck. My car to man, yeah, man. Me a chanky for your man, yeah, come on, chuck. My car to. Aha. Me a chanky for your man, come on, chuck. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénzlek, sorban hinnak a bankok, és azt jelenti a rangok, mennyire hálat az autód, mekkora melő a női sót, meddig bíró fog tekerni, a kocsiban hangerót, a kocsiban hangeró! Yeah! Okay, yeah, yo, ho, yeah, ho, ho, yeah, ho, hey, yeah,
Je-je-ho! Számítógépen megszerkesztesz egy alapzenét, megírod rá a szöveget, vagy előtte, én például általában úgy csinálom, hogy amikor van olyan, hogy alszok, eszembe jut két sor, és hajnali háromkor felkapcsolom a villanyt, és leírom. Befejezem a számot, a szöveget, és akkor készítek rá egy alapzenét, ami a dallamára, és a maga a rappere megy. Olyan dobot teszek bele, olyan zongorát, és ez így működik. Ha kész van az egész szám, akkor begyakorolom, és elmegyek a stúdióba, és felveszem. Néha aludj, amikor nem is tudom, hogy a szöveget a stúdióba, akkor... Néha, amikor nem írom meg a szöveget a stúdióba, akkor én improvizálom, leírom még egyszer, és felreppelem még egyszer, hogy jó, bizonytalan, és akkor erősen felreppel. Igen, de hát általában két szöveggel megyünk. Ja, csak múltkor nem mentem. Igen, elfelejtett szöveget. Elfelejtettem szöveget írni, és megírtam ezelőtt egy nappal, amit hallottatok számot. Azt a hídzelnek, azt a szöveget, rap szövegét például egy nap akkor írtam meg. Kicsinálja az alapokat? Honnan vannak az alapok? Én. Meg a kint, meg vannak ismerősém. Hát én ott szalottam, van egy kis gépen, programmal nem ért, nem mondom. Összerakom itt az alapokat, meg valaki csinálja nekem, valami, vannak ilyen alapok, tetszik egy-két dolog, kiszedem, összerakom, összeválom programmal, alapok. Nem bírjátok, hogy a család sem tegyen? De, megbírjuk, csak néha. Nem, perenciek tele. Vagy kettőt kell. Tényleg is oldalon rákvetődni, autókkal! Hogy csinálja? Igen, kivetődni! Onnan szaladják! Várj! De akkor szépen van ott az igaz! Na, ide veszik át, igaz! Na, így jó? Nagyon jó! Mutatok el! Ez meg lesz? Nem járulsz hozzá? Nem. És miért nem? Én azt írtam, hogy hozzájárultam. Jó, a kifizetés az, ami ez? Jó, minden. Akkor én most miért járultam hozzá? Hát, vagyok az. Mit színes a tegény? Én szépen írsz. Aha. Ha? Az egy H betű. Nem tudom. Még Z betűt írt. Az H betű, ugye, hogy H betű? A szávető, igen? Ilyen zászlós. De szerintem nem tudottál kéne írni. Ki mondta? Szóval nincs ott. Dehogy nem. Én is így, többet is így írtam. Na, ha velem táncolsz, az volt, ide írtam. És ennek csak az, itt mind a ketten szerzők, zeneszerzők is, meg szövegírók is, akik itt ketten szerepelnek. Világos. Én csak műveletlen vagyok. Mi az R&B? 3B. Ez egy stílus. Ez stílus. Én buta vagyok, én ott megálltam, hogy rock and roll. Erre ne, ugye? Akkor bejöttünk, és amiket akkor csináltunk zenéket, akkor azokat levédettük. És akkor mondtuk, hogy akkor leszeretnénk védetni a művésznevünket is, és ugyanígy kihozottunk egy papírt, kitöltöttük, és akkor küldenek egy olyan papírt, hogy Ökrös Lajos beregisztrálta magát az Artisus világába Mr. Joker álnével. Nem olyan bonyolult, ez csak az első tűnik. Köszönjük szépen. Szívesen. Itt van, van két szerző. Van, akinek van neve is. Az a két szám. Így van. És ezek pedig ezek. Minden már csak egy dolog hiányzik. A személyigazolás számomat nem tudtam. Mert nekem most eltűnt a személyigazolványom, és most folyamatban. Hát majd előbb-utóbb azért csak lesz. Majd igen, bejövök is esetem. Mint ahogy úgy tűnik, hogy még adom azonosítója. Igen. Ott is azt fogják mondani, hogy legyen személyigazolványom. Az a pek. Na nem is kell. Viszont ami ehhez még kell, az a cég. Ez. És megmondom, hogy amiket levédettünk, hány a számok? Rajta van? Vagy más is van rajta? Más is van rajta. Csak azokat most nem vittük le. Szóval az is amilyen csak az is amilyen csak még az nincs itt. Ez nincs itt, ez azt jelenti, hogy még nem jelentik be. Igen, még nem, vagy később. Igen, azt még nem szemlítettük. Most akkor a kolléganők fogják ezen keresgélni, hogy melyik. Ne írjuk bele egy papírnek. Én már mindjárt sok segítség. Köszönöm szépen. Én ide ráteszem, mert úgy látom, nincsen más, ahol a másik.
most tessék segíteni nekem, mert én ehhez sose értek. A gyerekeimnek is mindig összetöröm a CD-borítót. Én is összetudtam, hogy közben annyira babrágattam. De így már jó. Így már tökéletes. Rendben van. Nagyon szépen köszönöm. Most még már mehetünk is, vagy meg kell várnunk még az kitől? Nem, nincs mit megvárni, jó? Ennyi. Ennyi tulajdonképpen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Jó! Kukucsi! Kukucsi! Van olyan is, amikor csak úgy meglátok egy reppert az utcán. És oda megyünk. Igen, oda megyünk, te reppelsz, vagy csak így öltözködsz. Mondj egy reppert, jó, akkor gyere, mutasd meg, mit tudsz. Ennyi. Ez nem jó, sokan megijednek ettől, mert így olyan, mint hogyha letámadnánk őket, vagy mint hogyha be akarnánk húzni őket. De mi azért csináljuk ezt, hogy tudjuk, hogy mások is milyenek, meg hogy csinálják. Hogy mások milyenek, meg hogy mi milyenek vagyunk hozzájuk képest. De általában jók. Jó, veszélyes elemet vagyok én veletek, azok én mindenki a nevedbe mutam. Oh, gyurma neked a neved, donéld meg rajta a neved. Vedd már észre magad egy kis csicska gyerek, virítanál egy kicsi főt. Hát így a mennem egyik kukán, mi húz, hát ezt valami felett. Ha adja neked a rögöd, neked az igazi kicsiket, pergő szövegeket. Nem értem, mire való vesztes, mert én minket meg leszállt hozzám, így nyomjuk mi nektek. Az igazi fákek, hogy vagyunk azok a gyerekek, kihúzom ennek a fegyve. Van a tuplete, van a tuplete, van a Hát még én régen egyedül rappeltem, és akkor találkoztam Kukival, és akkor ő már régóta ismertem, sokorom volt, és akkor ő meg nagyon jól pörgetett, nagyon komolyan nyomta. De végig rappeltünk, ilyen kazettás magnókra vettük fel a cuccot, benyomtuk a recet, másik Romantus alatt ilyen rossz felvételeket, és akkor arra rappeltünk. De voltak komoly számaink. És akkor utána már alapokkal, utána Majkával rappeltünk, már két lemezű rajta vagyunk. Akkor most Tyson már nagyon régóta velünk van, ezt tudják páran. És akkor most úgy lesz nekünk egy lemezünk, hogy most nemrég aláírtunk egy lemezszerződést, és akkor maximum egy két hónapon belül biztos, hogy kell jönni a lemeznek. Csak közben meg a kisgyerekek lejárnak ők, a Mario Kájék, az a Pukinak az öccse, hát most mindig együtt vagyunk. És jönnek le, és végig véletlenül ott van egy alap, vagy valami ilyesmi, de már megszoktuk. Elteszik a zsebükbe, hazajönnek, hallom, elmentek ilyen stúdióba, felvettek a mi szövegünkkel, az egész mindig mi a miénk a szöveg. De már most erre már most már mit mondjuk a kisgyerekek, meg az öcsénk fainak? Van amúgy barátod neked? De most milyen jó lenne oda ülni szívni. Na jó, kárt, Jami. Vedd bókna. Hoppá. Tudom, hogy milyen jó. Hát én is vagyok. Az egy szép gyermek. De gizda vagy. Oltás Angliából jött a gyerek amúgy, már régen is ismertük mi őt. Ugye ilyen, elmondom a véleményem, ilyen komolyan niggeresen húzza a szavakat. Go Ray, virítom én neked, spanom a low, vét, amit akarsz. Mi a gyűrűvel vissza! Ez! Ez jó lenne! Jó! Beszanulszod a gecsőnk a testet, milyen tudod el? Ezért nyomjuk! Ezt tisztáljátok az én szörnyemet rendeztem. Olaszos, raffinátos, cigányok, most kicsit vigyázzak, mert itt jönnek nektek éppen most itt a gecsejet. Ezek az emberek, ezt hiszitek jobban vagyok, pedig ez nem úgy meg, én most nektek itt nem freestyle-ozok. Mert hogyha nem tetszik valami, sokat le lehet menni. Ki lehet menni, ki nem el lehet tenni. Mi van veled, gyerekek, most nem tetszik a képen. Ha neked a rappel egyet, akkor most meg kell tudni. Hát igen, gyerekek, Köszönöm szépen!
A Csepelen például, mint a rossz pénz, úgy néznek az ember. Már volt, hogy beszóltak, vagy ezt? Volt olyan is, hogy kocsival álltak meg. Négyen. És mind bőrfejű volt. És elkezdtek kergetni. Ez komolyan van, és egyedül voltam. Végül is nem bírtak elkapni. Most nem az a lényeg, de hogyha elkapnak, akkor mi van? Hány gyerek tűnt már el Roma? Nem egy. Volt úgy, amikor felszálltam a metróra, és komolyan mondom, valami, nem tudom mi volt, valami foci meccs vagy mi, és rengeteg ember. És felszálltam, és álltak fel az emberek, de egy csomóan. Megláttak és felugrottak. És egy épp, hogy csukódott az ajta, én meg kiugrottam. És kiabáltak utána. Most, hogyha ott maradok, akkor mi marad belőle? Az nagy para, akkor nagyon félteled. Aki rapper, szerintem az nem lett rasszista. Nem? Hát ő szerintem magával hozza ezt a dolgot. És szóval nem jön ki ez, hogy te gágyolj, én roma. Nem, mi rappesek. Vagy mi rapzenét kedvelünk vagyunk. Szóval itt nincsen abszolút ilyen gágyoroma téma. Az viszont már más, hogy mondjuk egy gágyó, hogy rappel, meg egy roma, hogy rappel. Mert szerintem a kettő között van különbség. Meg volt az első téma. Szeretném valaki esetleg egy témát mondani. Mi lenne az? Barátság, egyszer. Van buli? Valaki már? Buli? Micsoda? Szerelem. 8 ker, igen. Csajok! Cigányok! Foci bébét nem mondja senki. Na hát akkor srácok, választhatok. Cigányok, 8 ker, vagy amit harmadik mondok. Legyen a cigányok, Bill, azok vagyunk. Cigányok, azok vagyunk. Akkor rajt szóljon, de legyen benne a foci bébé is. Következzen a következőknek! Yeah, yeah, yeah! És akkor jön a következő zene. Ez pedig így jó, mert mi cigányok vagyunk. Zsamo! Azt hiszem, sok cigány. Jó cigány az vagyok, gyere Jancsika! Itt vagyok én most, megmutatom neked is, baby! Mert hogyha valami sérbe, itt vagyok veledek, vele meg nézd meg! Nézd meg, mert hogyha mondom nektek, én vagyok a rém! Cigányok vagyok, testvérkém, berúbbanok én! Mert hogyha cigány nekem a nevem, mit van a nekem a bőröm? Bőröm, milyen rappet, gyereket ti még nem láttatok a földön! Az álkozságot csak én csak tűtöm, de nem bűröm! Ti van rasszisága, cizidek, hogy engemet megtöltök! Most nekem a bűnöm, hogy barna nekem a bőröm. Hát ezek a borodok azt gondolják, hogy cigány vagyok és nem fürdök. Mert nem szégyenem a fajtámat, tehát rátok küldöm a bandámat. Tudod, hogy nyomban a cigányok neked a beverék a betet a bandába. Gyere be velem, mint snake, hogy ki vagyok én még. Mert nincs, ha van, amiket adatok a betetek a borodok, amit nektek neked én még testvér kennék. Köszönjük szépen, gyere Joker! Nem változik senki, ugyanolyanok. Az előítéletek ugyanúgy változatlanok. Még mindig nem értem, hogy miért csinálják ezt velünk. Attól még, hogy barna bőrünk, mi is létezünk. Csodálkoztuk azon, hogy miért vagyunk szegények. Mikor elküldtük, azzal nincs a munka kisebbségnek. És így a kényszer vízében el az ember a családba. De minden bevállal, hogy jó legyen a családjának. És persze, előbb-utóbb vagy ő is itten végzi. Bennor az ellában is majd az Isten arra kéri, hogy így átom a családra ne legyen semmi gond. És azon mondunk, hogy én most minden Jó, és akkor most Joker után itt van velük a láncos, akit úgy hívnak, hogy Luigi, gyere! Ugyanem mindenkinek itt vagyok, én veletek, csak egy okra, fegyetek, most itt vannak most a gangsterek. Aha, neked most látszol a cigány, gyere! És én nem alattunk, de ezt nem érdekel senkit sem. Mert mindenki tudja, a cigányok a legnagyobbak ezen a világon. Mindenki látja, veszünk neki kecsokon virágot. Neked az nagyon tetszik, hogy a repótosok vagyják most áll Budától Pesti. A cigányok a legnagyobbak a világon. Mert mindenki tudja, tesz, hogy nem volt neked az így a jó, mert Jamo, dip, taba, dip, timpo. Dip, taba, dip, dip, taba, dip, timpo. Jó, mondom a gondot, de nos, Jamo, tuk in polpi. A gondok a vám, tuk vele, tuk in szállt in trágyis. Vagy csak a beszél kérni, tis alap, be tuk egy. Vedi gondol, tuk áll, ez kárnál, csak tuk menj. Yeah, yeah. Nem csináltam semmit.
tudok csak mondani a csámának, hogy mondom, hogy tegyétek le. Kérem nekem egy ilyen nap. Egy 10 napig menjünk. Testvérem, nézd bele. 40 ezeret. Na, hogy már. Oké. Most nekedem a szátó. Itt vagyok veletek, élek ezeket, kamásztok. Itt vagyok én meg. Gyerekek, védítom én az, amit akarok. Élek titeketektek. Itt vagyok a tvetet, kérdeket, ketté nézd meg. Veletek én, bevédítom én, mutatom én. Figyelem mindenkinek, meglátjuk, ki tud repelni. Megtenni, tekerni, rémeket feltenni, letenni. Csukod a kézben, nézzek rám, mivelzem az ér. De mert én, bebizonyítom én, milyen a vér. Mit akarsz, kavarsz, de bet akarsz. Szóltam a rémeket, látok, de te még többet akarsz. Gyümöl a gyurban pont, megmutatjuk mi nektek. Figyelem mindenkinek, megjött a szetek a mester. Figyelem mindenkinek, itt vagyok én most veled. Megmutatom én neked, itt egy igazi roma gyere. Mert figyelem mindenkinek, megjött hozzátok a mester. Megjöttem hozzátok, és megmutatom én nektek. Mert hanem most barnok, gyerek a csájjuk hátul, wow. Mert szerintosan nyomadom neked a desu ez a rajt. Mert az, ami számít nálunk, RMB a stílus. Kivedek a barom gyurma, téged megütött itt a vírus. Mert nem a szádom, de a számot. Már is szállom, de akkor is beatboxolok. Mert hogy csomad, de megyek én, úgyis testvérem bulizni. Mert itt vagyok én, mondom most itt a tisztizni. Mert hogy csomad, amiket akarok, mondatok én. Gyere velem is részt, hogy ki vagyok én. Velem a gyurma, tudják, ki vagyok én, most sem vetek. Mert hogy csomad, amiket akarok, mondatok, 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 mindenkit is mindenkit tudja már a nevemet, tehát a Doni rappel a Jancsi, mindenkit tudja már a nevemet, kit teszem, vetem neked is, csak vagyok egy nagyobb testvérem, csak vagy egy jointot, hívja már meg testvérem, ha találkozunk. Ez nem megy a jointra, majd találkozunk. És a Google Sound is ennyi volt az egész mai napot, West Coast, nézd. Szevasztok, találkozunk jövő héten. West Coast. Lementem oda, visszajöttem is, lementem még egyszerűen. Háromszor volt már. Hát, de nem tudom. Hülye vagy nekem a hajam meg be. Szevasz testvérek, megyünk! Sietni kell, tesó! Majd adjatok mozi jegyet a filmre! Oké! Nem vagy, 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 nem. Csak úgy lazán. Ez se jó. Mindjárt. Mindjárt.
Ez jó volt.